valamit, Roberto, elkezdem előről. Nagyon nehéz versenypályán egyszerre koncentrálni és autót is vezetni. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy az aktuális Civic Type-R egy gyors autó. 320 lóerős, van neki sperdifie és nagyon jó a futóműve. De mégsem ezért vagyunk itt, mert ami ott bent áll, az sokkal, de sokkal érdekesebb. Döbbenetes módon nem egy Supra mellett állunk, hanem ebben csak négy henger van, az ist keresztbe, és nincs rajta turbó. Hogy lehet ez? Szeretem a Hondát, tehát azért tisztázzuk, volt nekem is Hondám. Igaz, régen, és ez volt az egyetlen autóm egyébként, amit összetörtem, de az TK-ra úgy, ahogy kell. Ez sok Hondával volt így a 90-es években. Igen, igen, igen. Aztán utána egyébként egy jó darabig 1-6 dízel golfal jártam. Direkt ezért, hogy nem kell nekem gyorsan menni, de hát nem kell. Tartott sokáig. Tehát utána hamar jött az, hogy kellene valami, és akkor már egyébként a Supra jött. Tehát az volt a következő erős autóm. Azt szerettem benne, amit szerintem mindenki más a Hondában, a hangélmény. Szívómotort megépíteni erősre, mint turbósítani? Belét kötök. Azért nem nagy kihívás ezt a motort megépíteni, mert ez egy alapvetően nagyon jó szívómotor. Tehát, hogy a kérdésedre a válasz az, hogy egy bármilyen átlagos szívómotort jól föltuningolni és erősre megcsinálni, igen, az nagyon nagy kihívás, de egy Honda motort, ami eleve egy sportos motor, tehát B-szériás motor, Vitek vezérlés, benne van a vezérműtengely, a váltás, azt nem olyan nagy ügy megépíteni, a jót még jobbra. Tudtommal ez egy B18-as Integra motorként indult, de most nem az. Mit csináltatok vele? Ez az autó már eleve úgy érkezett, hogy egy épített motor volt benne. Ez a konkrét esetben ugye úgy nézett ki, hogy egy B20-as motor az alja, tehát egy 2 literes, egyébként egy CRV-nek a motorja, igen, és arra volt rátéve a vicc kedvéért nem is az Integrának a hengerfeje, hanem a Civicnek, a 6. generációs Vitek Civicnek a B16A hengerfeje volt fölépítve. Mit műveltetek vele? Ez egy utcai rendszámos magyar autó, amivel mi azt szerettük volna elérni, hogy egy jól használható és egy ilyen hobbi szinten pályanapokra alkalmas kocsit csináljunk belőle. Tulajdonképpen az alja a motornak az továbbra is széria maradt, annyi különbséggel, hogy nem kovácsolt, hanem öntött dugattyú van benne, de a sűrítését megnöveltük. Ehhez a hengerfejben még kicseréltük a vezérműtengelyeket, megigazítottuk a portolást, illetve kapott egy erősebb szeleprúgó garnitúrát a motor, és tulajdonképpen ennyit. Vettünk bele egy kicsit kakasabb vezérműtengelyt, de abból is direkt olyat, ami nem őrült nagy vezérműtengely, hanem csak egy úgymond ez a Stage 1-nek hívek, egyébként a Skunk 2-nak a vezérműtengelye van benne, tehát ez egy ilyen utcai tuning vezérműtengely, ami ráadásul tudja is az utcai emissziót produkálni. Tehát, hogy az autónak megmaradtak az emissziós értékei. Hogyha most így ezt megméred, akkor ő ezt tudja produkálni. És ehhez kellett egy kicsit erősebb szeleprugó, mert a tengely kérte, elvárása volt, igen, az, hogy amikor ugye átvált a Vitek vezérlése, akkor egy elég nagy benyitású bütyök kezd el benne dolgozni, oda kellett egy kicsit erősebb szeleprugó. A hajtókarokba raktunk erősebb csavart, ami kimondottan versenysportos csavar, megint csak a biztonság kedvéért nem lett volna szükséges. Ezzel gyakorlatilag lebehatároltuk magunkat abba, hogy mondjuk olyan 8000 körüli leszabályozási fordulatig lehet ezt a motort forgatni. Ugye gyárilag az 1.8-as Integra motor az többet forog. Többet forog, igen. Ezt akartam kérdezni, hogy alacsonyabb maximális fordulatszámmal dolgoztok? Igen, alacsonyabban dolgozunk, viszont nekünk volt egy adóászunk, ezt úgy hívják, hogy köbcenti. Tehát azért azt nagyon fontos technikai dolog, hogy a szívó motorból nyomatékot nem nagyon tudsz plusz csinálni, tehát ott varázsolni kell. Ugye 100-as benzinnel megy az autó, tehát ez is egy benzinkutott, tankolható, utcán üzemeltethető autó. Mire van szükséged egy olyan autónál, amivel te kimész, hobbi pályázgatsz, vagy utcán sportolsz vele, tehát élvezetesen autózol, annak az a lényege, hogy az alsó fordulattartományban is jó nyomatékos legyen a motor. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy lassú tempós kanyarból kifelé nem kell visszaváltani, és nem kell folyamatosan
folyamatosan üvegelni 6000 fölött a motort, hogy legyen teljesítményed, hanem egy olyan felépítést kell csinálni, ami van egy kis sűrítés, van egy kis vezérműtengely, de nyomatékunk van alsó fordulattartományban. És akkor beszéljünk ugye számadatokról. 223 lóerő és 217 Nm lett úgy az autó, hogy ugye nekünk a 200 lóerő volt a célunk, tehát túl tudtuk teljesíteni, de ami minden várakozást felülmúlt, az a nyomaték görbe. Tehát az, hogy gyakorlatilag az autó a 200 és a 217 Nm között mozog, gyakorlatilag mindenhol. Tehát alapjárattól, ahogy lenyomod a gázpedált, a 2000-es fordulat fölött indult el a pados mérés, azonnal 200 Nm. Itt egy üzemórás motor, vagy egy olyan motor, amiben mondjuk 5-6 ezer kilométerenként lecseréled az olajat, és vígan használod. Erősen függ attól, hogy mondjuk hányszor viszed ki pályanapra, tehát a bántás módjától nyilvánvalóan függ, tehát azért egy pályanap nagyon eszi a motort, nagyon durván koptatja, de most tegyük föl, hogy ez az autó mondjuk 2-3 pályanapon részt vesz, és hobbi autóként van használva. Én azt mondom neked, hogy 100 ezer kilométerig szerintem az olajcserén kívül hozzá se kell nyúlni, tehát abszolút nem üzemórás ez a motor. Azért ez egy rom volt. Mondhatjuk. De hogy mennyire volt rom, mert láttam róla azokat a képeket, amikor az egész autó le volt alapozózva, besiszolva, mi egyéb, azért az azt sejteti, hogy nagyon-nagyon szét volt szedve, mielőtt gyári, közelgyári állapotú lett. Ez egy borongós, hibrides napon történt ez az elhatározás, hogy a hibrid terepjáron mellé kéne valami izgalmas autó. De várj, azért van egy Civic Type-ered is. Okokozat és súlyos következmények így egymás után. Ugyanis a hibrid mellett kitaláltam, hogy kéne valamivel lehetne hétvégén, versenypályán, mindenhol autózni.
és megvettem ezt. Jónak tűnt, apránként egy-két apró dolgot megcsinálunk, és majd valami lesz. Ez volt 19 júliusában, tehát úgy most már lassan két éve. Akárhogy is számolom, az két éve volt, igen. Igen, és egy családi ebéden beszélgettünk Gerivel, hogy ugyan már jöjjön ki a ház elé, hogy van itt egy autó, majd bele kéne kukkantani. Jó, oké, lenne egy pár dolog, rendben, gyere ki a jövő héten, megnézzük. Aztán teltek a hetek, mindig volt egy-egy apróság, és így aztán augusztusban arra jutottunk, hogy lehet ezt toldani, foldani, de nem biztos, hogy van értelme, szedjük szét. És aztán hát ahogy szedtük szét, mindig újabb és újabb és újabb dolgok. Szerintem ez egy fél évig nagyjából így is ment. Mire jutottunk odáig, hogy akkor most már megvan minden, látunk mindent. Motor szét, autó szét, tehát hogy tényleg gyakorlatilag a futómű maradt alatta, hogy mozgatni tudjuk, az azért nem volt egy hátrány, de egyébként minden ablakok ki, szélvédő ki, csomagtér ajtó le, beltér utolsó kábelig csavarik szét, és aztán idén tavasszal akkor össze. Mik az integrálzás buktatói? Sok dolog megfeleltethető a korabeli Civiceknek, de ugye az azért ez egy különleges kaszni, már csak a hegesztések, a vékonyított üvegek, meg egyéb dolgok miatt is. Tehát mennyire szívás ezt így összelegózni? Most 20 évvel, miután befejezték a gyártást. Nagyon. Tehát, hogy most pont a programozásnál találkoztunk egy szintén integrált építő szerelővel, és mondta, hogy mindenről írjak neki listát, amiből marad, mert nincs. Tehát, hogy belföldön, most Magyarországon nem tudsz kaszni elemeket venni hozzá. Tehát, hogy nincs bontott Integra Magyarországon ma. Tudomásom szerint talán egy-kettő maradék van, de ennyi. Szélvédőt nem tudsz semmi másból berakni, még ha hasonló is lenne, mert 90-es években a japánoknál nagyon népszerű volt, hogy vékonyabb üveget raktak a sportosabb autókba. Ebben az van. Tehát, hogy az egy fél év várakozás volt. Gyakorlatilag mindenre igaz szinte, ami nem kopó alkatrész, kopó forgó alkatrész. Tehát érdekes módon a fékhez alkatrészt, a motorhoz alkatrészt, motortérben bármihez kellett, ami üzemszerűen cserélendő, ahhoz szinte minden van, minden kategóriából, tehát a legolcsóbbtól a legdrágább termékekig. Szóval az egy elérhető dolog, de hogyha te akarsz egy váltógombot venni, ha ülést szeretnél venni, ha kormányt szeretnél venni, ezeket itthon... Ezt akartam kérdezni, a legendás ülések, ami olyan, mint amit az ember utólag szokott megvenni. De ezek tényleg döbbenetesen tartanak. Igen. Döbbenetesen annyi, tartanak. Hogy ezek felújított ülések, tehát ebből ezt 500 euróért vettem Ausztriában. Tök véletlenül nem tudta a gazdája. 500 eurót az ülésperért? Igen. A felújítás előtt? Felújítás előtt. Az se annyira baráti, mondjuk, hogyha abból indulok, hogy nekem mennyibe került az MX-5-höz. eBay-en most használt állapotban, annál picit jobb állapotban, mint ahogy vettem ezeket, ilyen 3-tól 500 ezer forintig. Mit érzel most? Van egy penge, egy gyári Civiced, azaz az autó azért az úgy nagyon egyben van, az egy nagyon kerek egész, igen. És pokoli jól megy, tehát azért ingert valószínűleg többet ad, mint egy 220 lóerős szívó autó. Viszont mégis beleborítottál nagyságrendileg közel annyi pénzt, és mellette pedig jó lett az autó. Tehát ez most van ebben egy ilyen erős kognitív diszonancia, nem? Az egy kényelmes utitárs, akivel bátran bárhova, akár még leparkolni is le tudok. Ő pedig az élvezet, meg a szerelem az autózásban szerintem. Vele bárhova nem mennék el, tehát hogy azért egy ilyen Pestig följutni vidékről azt mondom, hogy még az egy határeset, de hát fűdugó nélkül külföldre nem indulnék el, hát ez biztos. És hát nyilván egy jó Type R ma már nagyon ritkán van, mondjuk 4 millió forint alatt, de ezzel együtt is ez a tuning autó azt mutatja meg, hogy ha nem kell foglalkozni a gyári regulációkkal, a költségoptimalizálással, és még rá tudjuk borítani a vételárát még egyszer, akkor mennyire istentelen sokat lehet belőle kihozni. És mennyire fantasztikus érzés, hogyha az ember egy picit a kanyarban elveszi, akkor megindítja a hátulját, ami egy ilyen nagyon kétélű játék, hiszen egyrészt jó érzés és segít befordulni, de azért, hogyha az ember túlságosan elveszi, mert nem bízik az autóban, akkor meg beforgunk, mint a kemotoxos légy, ami hát egy ilyen 8 millió környéki dédelgetett magánautóval azért nem annyira dicső dolog így a versenypályán.
autó azért már nem tökéletesen szolgálja ki ezt a teljesítményt, viszont benne van a Sperdifi, ami a maga jellegzetes módján, amikor megérkezik rá a nyomaték, kikapja az ember kezéből a kormányt, aztán amikor elérjük a tiltást, akkor meg kezdődik előről az egész, és hát messze nem vagyok profi, de biztos vagyok benne, hogy az autó többet bírna, mint én. Ahhoz, hogy megértsük a mérnöki zsenialitást a gyári Integra Typerben, tehát nyilván nem ebben a tuning modellben, egy kicsit elő kell venni a számokat. Ugyanis a maga idejében, a 90-es években ez volt a világ legerősebb széria szívó motorja, hogyha a fajlagos teljesítmény nézzük. Például a Lamborghini Diablo csak 85 lóerőt tudott literenként, de a McLaren F1 sem tudott 101-nél többet. Ezzel szemben az Integra Typer minden literéből kihoz 108 lóerőt. És hát ehhez azért dolgozni is kellett vele elég rendesen, például a henger fejnek a járatait kézzel portolták, és a forgattyús mechanizmus alkatrészeit kézzel húzták nyomatékra a gyár dolgozói. Az Integra fejlesztésénél a cél is, és az inspiráció is a versenypálya volt. Nagyon sok olyan műszaki megoldás van az autóban, ami leginkább versenyautókra jellemző. Ugye egy szabvány utcai autó ponthegesztésekkel készül, néhány centinként egy-egy ponthegesztéssel összevarják a lemezeket. Most az Integránál ezeknek a ponthegesztéseknek a számát megduplázták, mint például egy versenyautónál, azért, hogy a lehető legmerevebb legyen, valamint nem csak elő van torony merevítő, hanem itt hátul is, és az autó alatt több brace merevítés van, ami miatt tényleg egy kicsit merevebb, mint reggelente a derekon. De nem ez a lényeg, hanem a rengeteg súlycsökkentő tényező, például kivakarták a hangszigetelést, kivették a hőszigetelő elemeket, vékonyabb üvegeket alkalmaztak, egy rémálón beszerezni, hogyha véletlen valamelyik berepet. Ezzel sikerült elérni azt, hogy ez az autó, hát nyilván célországtól és extrázottságtól függően, nagyon kevéssel van csak 1100 kiló felett. Egy szabványkompaktnál az a lényeg a futóműnek, hogy a lehető legolcsóbban gyártható legyen, és a lehető legtöbb helyet hagyja az utastérben, ezért előre megferszont, hátra pedig csatolt lengőkart szoktak építeni. Nem így a Honda. Az Integra Typer alatt elől-hátul kettős kereszt lengőkaros futómű van, és hát ugye az első kerekes autókat jellemzően úgy szokták behangolni a gyártók, hogy amikor az ember túl gyorsan kanyarodik, akkor inkább az elejét tolja meg, és ne a hátuljával induljon el, hiszen egy kevésbé képzett sofőr jobban tud bánni az ortolós autóval. Viszont az Integrát úgy hangolták be, úgy vannak a stabludak benne, olyan feszesek, hogy inkább a hátulját dobja el, hogyha az ember kanyarban elveszi a gázt, ezzel egy kicsit még jobban tud előre terhelni, egy kicsit még gyorsabban lehet vele kanyarodni. Nyilván ehhez az is hozzátesz, hogy alapállapotban van benne egy torzensper, és ebben most egy kicsit ilyen mókolt előfeszített torzensper van utólag beépítve. A beltér egy nagyon furcsa mixe a 90-es évek Hondáinak és a versenyautós kiegészítőknek. Ugye itt van a két fotel, ami hát ugye Recaro, vagy ahogy felénk hívják, Ricardo, valamint a Momo kormány. Ennek a kormánynak az az érdekessége amúgy, hogy a Ferrari 550 Maranellóban ugyanez a darab van, csak ott a Momo a Honda logó helyére kis lovacskát rakott föl. És azt hiszem, ezek azok az ülések, amikről beszélni kell, mert amikor az ember kihajítja egy autóból a gyári ülést, hogy belerakjon valamit, ami jobban tart, az általában ilyen szokott lenni. Ritkák is, nehéz is belőle szépet találni, ezek felújított darabok, de én most ilyen 67-68 kiló körül versenyzem, és talán ez az első olyan sportülés, amiben nem lötyögök, és ez borzasztó jó érzés. Az a csodálatos az Integra Typerben, hogy olyan rajongó tábora van, hogy például van elérhető táblázat arról, hogy milyen könnyítéssel mennyit sikerült megsorolni az autó súlyából. Ott van például a könnyített lendkerék 0,75 kg. Ott van a porózus papírból készített csomagtértakaró, mínusz 1 kg. Aztán ott van az alumínium hűtő, 1,3 kg. De például a hátsó ablaktörlő elhagyásával majdnem 2 kg sikerült faragni. Nyilván ezek olyan dolgok, hogy utcai használatnál nem valószínű, hogy feltűnik, de egyrészt az ember lelkének jó, hogy ezek megtörténnek, másfelől azért versenypályán, amikor már tényleg az utolsó századokat faragja valaki, még akár az is lehet, hogy feltűnik.
Ádám, tudomásom szerint fejlesztőmérnökként dolgozol. Mik azok az izgalmasabb autók, amik benne voltak ezen az utóbbi időben? Ez így igaz. Hát a legizgalmasabb azt mindenképpen azt tudom mondani, hogy a legutolsó Meganeres volt. Tehát azért azt úgy gondolom, hogy mindenki ismeri. Mindenki tudja, mindenki hallotta a Nordschleife és körrekordokat, meg mindent, és én úgy gondolom, az is egy igazi vérbeli sportautó. Úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke is vagyok, és itt az emlékekben ez mindig meg fog maradni. Szerinted melyikek a jobbak? Amikor van egy összkerekes ilyen turbós rakétád, ami le tudja tenni az erejét, vagy amikor kapsz egy ilyen kicsit könnyebb, kicsit egyszerűbb, de csak elölhajtó. Tehát mi a jó hot hatch, amikor elkezdik agyatlanul pumpálni a teljesítményt és összkerék, vagy amikor inkább megpróbálják megtalálni az egyensúlyt? Ez érdekes azért. Szerintem mind a kettő jó. Az összkerék az azért nagyon jó, tehát a mai technológiával, a mai elektronikákkal, segédelektronikákkal, a változtatható gátlókeménységekkel, amit már automatikusan csinál, ebből is ugye ezt a rengeteg lóerőt már jobban tudod kikezelni vele. Viszont egy ilyen első kerekesnél meg azt mondom, hogy talán ez a régi nyers erő, és úgy tényleg itt, tehát ezzel játszani kell. Egy négy kerekessel igazából, ha gáz van, vagy bármi van, rálépsz a gázra és megy. Tehát nem tudom eldönteni. Tehát én is azt mondom, de ott a Yaris most a legújabb, a GR, nézd meg, ők azt választották, hogy négy. És biztos, hogy pokolian jó, pokolian gyors. Tuti, hogy jó élmény. Jó. Igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a négy kerékkel talán lehet, hogy egy kicsit felhasználó barátabb is, és sokkal gyorsabban tudnak vele menni. Illetve a másik, hogy talán egy picivel úgymond biztonságosabb is, és komfortosabban érzi benne magát az, aki még nem tudja eltolni a határig, de viszont pokolian gyorsan tud vele menni, akár egy versenypályán is. Figyelj, ha jól tudom, te itt az Euroringen instruktorként is dolgozol, embereket tanítasz nagyon gyorsan körbe menni. Mit kell tudni egy ilyen rohadt erős elsőkerekes autó vezetéséről? Miben más ez, mint hogyha mondjuk egy E46-tal mennék fel, vagy mondjuk egy Evo-val? Tehát, hogy mit csinálsz másképp? Elsőkerekes autókra azért elmondhatjuk, hogy az emberek nagy többségének elsőkerekes autója van, azzal szoktak idejönni. Itt a pályán is nagyon nagy hiba szokott lenni, és úgy gondolom, hogy nem is hiba, csak amatőr embereknek ez elő szokott fordulni, hogy egyszerűen nagyon-nagyon túl van terhelve, a gázpedállal is nagyon-nagyon... Digitálisan bánik? Digitálisan, pontosan, tehát ez a jó szó, ez a 0-100, és nincsen a játék vele. Nyikorog a gumi, úszik, üvölt a motor, de közben meg nem jó az idő, mert egyszerűen nagyon sokat elvesztenek vele. Az első kerekessel szerintem sokkal több türelem kell, sokkal több játék a kézzel, a lábbal, hogy egy igazán gyors kör tudjál menni. És nagyon-nagyon finom mozdulatok, mert ennél, mivel ugye itt a hajtás az első tengelye van, tehát használjuk a gumiabroncsnak a hosszirányú és a keresztirányú tapadását is, ezért ott az a gumiabroncs nagyon-nagyon lecsökken a tapadása neki. Azt találtuk ki, hogy ugye itt van a 2019-es Civic Type R, ahogy kivették a dobozból, egy módosítás nélkül, mondhatni gyári autó, ugye Attilának a járós autója. És akkor itt van Attila szemefénye, a nagyon magas műszaki színvonalon megépített Integra Type R, de csak egy 20 éves autó. Nézzük meg, hogy mennyi a különbség. Menj mindkettővel egy-egy hegyeset, mérjük meg, és nézzük meg azt, hogy melyik ér körbe gyorsabban. Te így most láthatatlanban mit mondanál? Szerintem... Azon a gumi jó, ezen a fék. Igen. Ebben a motor erős, az pontosan könnyű. Teljesen máshogy kell vezetni majd a két autót, az fix ugye a turbó miatt, illetve ennek meg a Hondáknak amúgy is magas fordulatszám tartománya miatt. Igen, sokkal jobb a gumgumi rajta, ezen viszont a fék jobb. Szerintem nagyon közel lesznek egymáshoz. Nézzük meg!
Civic Typer igazából le sem tagadhatná a gyökereit, tehát tényleg az ember ránéz, és úgy néz ki, mintha egy Katsuhiro Omoto mangából gurult volna elő. Itt vannak ezek a kis fülek, nem tudom, mintha anime csajokról származna, de nem ez a lényeg. Erről az autóról már mindent elmondtunk, de a legfontosabb állítás az az, hogy pokoli gyors. Nagyon-nagyon gyors. A Nürburgringen megegyező köridőt futott a 997-es GT3-as Porsche-val, és gyorsabb volt, mint a Ferrari 599 Fiorano. Ugye érezzük, hogy ezek épített célgépek, míg ez egy kompakt autó, ami gyors. De hát ugye el kellett hagyni a szívó motort környezetvédelmi és teljesítménynövelési okokból is, ez ugye már nem egy szívó vétek, hanem egy rendes turbomotor, egy 2 literes turbomotor, viszont nehezebb is, mint az Integra Typer. Épp ezért rendkívül érdekes, hogy mit fog kezdeni egymással a két autó köridő szempontjából. Civic ideje 1.25.06. Most lehet, hogyha még mentünk volna 10-15 kört, még tudtunk volna egy fél másodpercet lejjebb vinni belőle, de próbáltam inkább a két autót teljesen konzisztensen vezetni, hogy pont ugyanúgy menjen mindenhol. Akkor viszont mondom is az Integra idejét, ami 1.25.80, tehát 7 picit több mint 7 tizeddel van mögötte. Igen. A régi épített autó, mint a dobozból kivett új autó. Azért az árulkodó. Azért egy ilyen autótól ez szerintem nagyon-nagyon jó. Megint ugye mondtam már nektek az elején, hogy közel számítok az autókra, viszont tehát vezetési élményben is másabb a két autó. Tehát ez egy, az Integra egy nagyon-nagyon versenyautós, nagyon-nagyon forgatni kell neki, nem szabad leejtelteni a fordulatot, és figyelni kell erre is. Illetve a fékek ugye úgymond egy kicsit feltuningoltak, de maradtak a gyáriak. A gumi viszont nagyon-nagyon fog, szóval jó volt. A teljesítmény és a gumi között a fék a gyenge láncem, ha jól értem. Szerintem most igen. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ott a féktávokon még ez még pont benne van. Ha egy picit jobban fog, picit többet, vagy kevesebbet kell fékezni, vagy pedig jobban lelassítja az autót, ugye. Hagyjuk a latolgatást. Melyiket viszed haza? Fú! Nem, egy válasz. Hát az a baj, hogy egy ilyen japán fixációm van, és a 90-es évek után, úgyhogy egyértelmű. Van ma már gyorsabb. Ott van például a Civic Typer, ami hát egyértelműen gyorsabb nála. Van ma már élhetőbb. De aki ráborult erre a 90-es évek japán autós világára, az itt fogja megtalálni az optimumot. Hú, és most egy kicsit hűteni kell magamat is, meg az autót is, úgyhogy visszaveszem. Ami tökéletes így 20 év után is, az a vezetési pozíció és a kormányzás. Az egy örökérvényű dolog. Lehet itt reszelgetni az elektronikákat,
meg lehet dolgozni mindenféle ügyes perrekkel, de ha az autó a vas szintjén van jól megcsinálva, akkor az örök érvényű. Azt hiszem, a pólómból látszik, hogy dolgoztam, és az autó szagából ítélve az autó is. Most igazából tényleg nem kis bátorság volt ezt is 100 km után idehozni, és vannak még pici bakik, de hogyha ez egyszer elkészül, hát kevés ilyen autó lesz.